A nyári szünet ellenére ismét fiataloktól volt hangos a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium. Július 7-től ugyanis a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében több mint 40 amatőr színjátszó vette birtokba az épületet. A tábor résztvevői egy héten keresztül neves oktatók felügyelete mellett fejlesztették szakmai ismereteiket. Ez már a 6. tábor, úgyhogy már van egy tapasztalatunk, és ez a jó, hogy nagyon-nagyon sok visszajáró színjátszó van. És tudjuk azt, hogy mennyire sokat jelent egy-egy diák színjátszónak, vagy egy-egy amatőr rendezőnek az, hogy egy hétig intenzív munkában vehet részt. Egy hétig olyanokkal van együtt, akik szintén azt akarják, amit ő, hogy tanuljanak, hogy fejlődjönek. És ezek ugyanolyan fiatalok, mint a többiek, tehát nem kell ilyen nagyon szakbarbároknak elképzelni őket, akiket csak a színház érdekel. 5 csoportban napi 12 órán át folyt a munka. A fiatalok jeleneteket készítettek, próbáltak, beszédórákon, illetve filmvetítéseken vettek részt. A rendezvény amatőr jellege ellenére a résztvevők professzionális körülmények között készülhettek a szombatesti bemutatóra. Meg is kérdezték a gyerekek, hogy most ebben van-e különbség így vagy úgy, hogy most amatőr és profi és stb. És hát mindig azt mondtam, hogy hát nincs. Hát a színháznak, nem azt mondom, hogy egyfajta, sokfajta megközelítése van, de akkor van értelme, ha ez teljes gőzzel történik, ha teljes hittel, teljes odaadással. A résztvevő fiatalok Vajdaság különböző pontjairól különböző előképzettséggel érkeztek. Abban valamennyien egyetértettek, hogy a MAD-tábor Vajdaságban egyedülálló lehetőséget kínál a közös alkotásra. Nekem nagyon sokat adott ez a tábor, főleg ebben a közegben. Nagyon jó csoportunk volt, és nekem ez emberileg és színészileg is nagyon sokat adott. A gálaműsor fogadtatása nagyszerű volt. Valamennyi előadás hangos tapsvihar kíséretében ért véget. A szervezők elmondták, jövőre is mindent megtesznek azért, hogy a színjátszás iránt érdeklődő vajdasági fiatalok újabb csoportja ismerhesse meg a közös alkotás örömét.